Köztudott, hogy a magyar királyság különösen gazdag volt nemesfémekben. Egyes beszlések szerint a középkorban Magyarország adta Európa aranytermelésének kétharmadát, de ezüstből sem álltunk túl rosszul, hiszen ez a két fém rendszerint együtt szokott előfordulni. A 16. századtól viszont egyre inkább gyarapodni kezdtek a gondok, hiszen az egyre mélyebben nyúló tárnákat elöntötte a víz, ami megnehezítette, sok esetben szinte már lehetetlenné tette a kitermelést. Ennek megoldására több módszer is ismeretes, de a hazai bányászat egyik az egész világon elterjedt és alkalmazott műszaki megoldása volt az úgynevezett altána rendszerű bányászat. Ezt a módszert Selmezbányán alakították ki a 16. században. A lényege, hogy a völgyek aljából a hegyek lábánál víztelenítő tárókat, úgynevezett altárókat indítottak a hegyomra felé, amelyek többnyire szintesek vagy enyhelejtésűek voltak. A feladata az volt, hogy a felette elhelyezkedő területről a vizet összegyűjtse és elvezesse. Építésük igen költséges volt, és mivel belőlük hasznosítható és ritkán került elő, több bányavállalkozónak kellett összefognia, hogy együtt finanszírozzák a kiépítését. Habár majd minden bányavidéken megtaláljuk ezeket a műveket, a legnagyobb ilyen jellegű alkotás a Selmec bányai II. József altáró, amelyet közel 100 éven át építettek. Több ága van, hossza eléri a 13 kilométert. Befejezésekor Selmec bányán nagy ünnepséget rendeztek, amelyen maga Ferenc József császár és magyar király is megjelent. A nevezetes eseményre természetesen emlékérmék is készültek. Előlapon a királyt megnevező köriratban az uralkodó portréja, a hátlapon a tematikát megnevező körirat, középen vízszintes sorban a munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontja. Az érmék három különböző fémből is elkészültek. Már a részveret sem számít olcsónak, az ezüst változat viszont már forintba kifejezve is több milliós tétel, míg az aranyváltozat már 100 millió kategóriába tartozik. Jelenleg két példány is belőle a világon, az egyiket a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára őrzi, a másik magánkézben van. Ez a darab az utóbbi másfél évtizedben összesen kétszer szerepelt árverésem. Elsőként Budapesten került kalapacsal a 2007-ben Nudelma Lászlónál. Ekkor 135 ezer eurós leütési árat ért el, így ez volt az első magyar pénz, amely átlépte a 100 ezer eurós álomhatárt. Jelentőségét az is bizonyítja, hogy bő egy évtized alatt több mint megháromszorozta értékét. Legközelebb ugyanis két évvel ezelőtt 2018 tavaszán került újra árverésre Prágában, Eló ahol már eleve 300 ezer eurós kikiáltási áron indult. Nagy meglepetés nem is okozott, hogy 440 ezer eurón ütötték le, amihez hozzájött még a 20% árverési illeték, így mindent összevetve kereken 528 ezer eurót fizetett ki érte boldog új tulajdonosa. Ez jelenleg még középárfolyamon számolva is nagyjából 187 millió jó magyar forintot jelent.